Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A rövid hír, hogy a mezőgazdasági és halászati tanács március 22-én és 23-án Brüsszel ülésén az uniós mezőgazdasági miniszterek intenzív egyeztetéseket folytattak a közös agrárpolitika KAP reformjáról. Erről fogunk beszélgetni, hogy mi minden várható. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nos, hát 2023-tól indul az a KAP, erről már beszéltünk, az új közös agrárpolitika, és hát ennek az előkészítése egy sorsdöntő szakaszhoz érkezett mindenképpen. Nagy István agrárminiszter számtalanszor megszólalt már ez ügyben, és tehát tudjuk, hogy Magyarország alapvetően három elvárást támasztott az új közös agrárpolitikával szemben. Az kellően ambíciózus költségvetés, megfelelő szakpolitikai eszközök és a gyakorlatban végrehajtható gazdabarát szabályok. Menjünk sorban, én azt gondolom, ambíciózus költségvetés, kellően. Ez a jelzős szerkezet, hogy kellően ambíciózus, ez mit jelent egy agrárszakember számára pénzben? Jelenleg ugye az úgynevezett trilógus tárgyalások folynak, és ennek a részét képezi az a keretrendszernek a megállapítása, amiről miniszter úr is beszélt, és nyilvánvaló az ambíciózus tervek kapcsán ez azt jelenti, hogy minden országnak és minden nemzeti költségvetésnek legyen lehetősége a régen borítékok, most már alapok között bizonyos átcsoportosításra. Tehát ezt sikerült sikeresen abszolválni, és ezt el is érte a minisztériumi tárgyaló delegáció. A ambíciózusságot pedig az a megegyezés, az a nagyon-nagyon pozitív kormányzati döntés jelenti, amelyben a nemzeti támogatásokat 80%-ra kívánja fölemelni a kormányzat, amit tudjuk, hogy eddig 17%-es volt. Tehát amikor különféle áruk kerültek egy-egy pultra, akkor a mi áruink a brüsszeli támogatásokon túl 17% nemzeti hozzájárulást tartalmazhattak. Nyilvánvaló, hogy ebben innovációtól kezdve sok minden benne van. De most ez 80%-ra emelkedik. Tehát láthatjuk, amelyik ország, akár Olaszország is 60% körüli nemzeti támogatással bírt, a 17%-hoz képest mennyivel előnyösebb volt a nemzeti támogatások kapcsán. Tehát nagyon nehéz volt összevetni árut áruval, hiszen más-más lehetőségek alapján termeltettetett meg, és most, mivel a kormányzat nagyon-nagyon pozitív döntésével és nagyon erőteljes támogatásával állunk szembe, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának is, de nyilvánvaló a minisztériumnak is, a döntéshozó szerveknek is a legfontosabb feladata, hogy ez a igen nagy összegű pénz, ez ambíciózusan és nagyon jó helyre kerüljön, és nagyon jó kerüljön felhasználásra. Ebbe számíthatunk a gazdatársadalomra, a gazdatársadalom pontosan tudja, hogy hol szorít az a bizonyos cipő, hol kell a plusz támogatás, hogyan tudja a terményeit jobban és biztonságosabban megtermelni, és ez elősegíti nyilván a nyomon követhetőséget is, a biztonsági élelmiszer előállítását is. Tehát azt kell mondani, hogy a következő kapreformi időszakok 23-at, de már ugye 21-től számolva is, hát, itt körülbelül ugyanannyi pénz kerül most felhasználásra, mint az előző 7 éves ciklus alatt a 2 évben. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy igenis helyzetbe hoz minden magyar gazdát, aki foglalkozik azzal, hogy minél jobb minőségű terméket tudjon előállítani. Tehát ez annak ellenére történt így, hogy azért tudjuk, hogy a zöld program esetében számos támadás érte az uniós agrárpolitikát, ennek ellenére azért 2027-ig összegszerűségében meg tartalmában is rendben van ez. Ugyanakkor tehát a szakpolitikai eszközök a következő témánk. A miniszter úgy fogalmazott, hogy
minden erőfeszítést megtesznek, hogy olyan szakpolitikai eszközök álljanak rendelkezésre, amelyek biztosítják a versenyképességet. Ha a versenyképesség, a magyar gazdák versenyképességéről beszélünk, hol tartunk ma? A versenyképesség megfogalmazása a sokrétű, nyilvánvalóan. Sokrétű azért, mert az Európai Unió, ha úgy tetszik, a világ egyik legzöldebb mezőgazdaságát kívánja megvalósítani. Állatvédelemtől kezdve a természeti értékek megóvása, a biotermelésnek a mind szélesebb körű elterjesztésére, a különféle növényvédőszereknek a csökkentésére, a műtrágya hozamfokozóknak ugyancsak a alapos csökkentésére, és most nem kívánok mindent elsorolni, hiszen ezeket a biodiverzitás programba, a különféle zöld hátterekbe, a zöld keret szabályozásokba mindig előkerülnek. Tehát egyrészt ez a hatékonyságnak a ellenkezője. Csak az a legnagyobb baj, hogyha azt mondjuk ki, hogy igen, a magyar gazda egy hektáron akár tizedét tudja csak előállítani értékben, mint egy holland gazda, vagy egy dán gazda, Belgiumot meg mást is ott figyelembe vehetek ezekbe az országokba, akkor azt mondjuk, hogy mi még bőven el vagyunk maradva. Igen ám, de ha azt mondjuk ki, hogy például mi 1,8 kg per hektár per év növényvédőszert használunk fel, addig Olaszország 5,9-et, amikor azt mondjuk, hogy a nitrogén egyensúlyunk, ez egy számítási képlet alapján jön ki, nekünk 49, hollandoknak 183, és a tényleg zöldnek kikiáltott Ausztria is még 51-el van, tehát mi 49-el. Műtrágya felhasználásunk nekünk 91,9, más országoknak 180-190 körül mozog. Amikor a 100 hektárra levő nagyállategységet nézzük, nálunk 52, Hollandiában 7-szeres 380, Belgiumban is 300 körül mozog, Dániában meg 340. Tehát akkor meg kell néznünk, hogy mit akarunk. Mert amikor az Európai Unió azt mondja ki, hogy fűnyíró elv szerint mindenki csökkentse 50%-kal a növényvédőszer felhasználását, javítsa a műtrágyák hatékonyságát 50%-kal, a antimikrobiális anyagok, tehát a úgynevezett állatgyógyászati szereket ugyancsak 50%-kal, és most nem mondom, a bioterületeket növeljük 25%-kal, akkor természetesen azt kell mondanom, hogy a nyugat-európai országok, hát valóban szükséges, hogy ott erőteljesebb intézkedések legyenek, de fűnyíró elv szerint ezt mindenkiné megvalósítani nem lehet, mivel Magyarország az Európai Zöld Unión belül is az egyik legzöldebb ország. Pont azon oknál fogva, hogy bizony az egy hektárra eső árbevételünket ez alapján, a számok alapján, ennek figyelembevételével termeljük meg. Tehát itt kell egy konszenzus, kell egy speciális mértékegységnek a kialakítása, mert nem lehet összevetni az 5,9 kg növényvédőszer felhasználást az 1,8-al úgy, hogy fűnyíró elv szerint járjunk el. Tehát ez kell stratégia mindenképpen. Hát igen, és ha már itt tartunk, akkor persze a beporzók és a méheknek a nagy egyedszámú nyugat-európai csökkenése, az tapasztalható, és nem csak a méheknek, hanem hát a beporzó rovaroknak. Addig Magyarországon soha nem volt annyi méh, mint most van. Igen. Soha nem volt annyi méhészünk, mint most van. Tehát a magyarországi méh egyedszám az emelkedik, még akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy bizonyos
környezeti hatások, a klímaváltozás kapcsán enyhetelek és kaptároknak az idő előtti megmozdulása, nem akarok most itt méhészkedni, bizony nagyon nagy számú anyapusztulást és kaptárpusztulást is hoz magával. De ha megnézzük a számokat, akkor Magyarország így is előkelő helyen van, és a méz termelésbe is, pedig tudjuk, hogy az akác és jó pár speciálisan Magyarországra jellemző mézféleségnek a gyűjtése bizony nagyon gyenge volt az elmúlt években, és hát ez a tavasz is azért nagy kérdőjeleket vett föl, már előre is, de majd meglátjuk, se ne reménykedjünk, se nem temessük a tavaszt, mert még fordulhat az akácvirágzás jóra is. Tehát azt kell mondanom, hogy mindazokon a területeken, ahol lehetőség kínálkozik a természeti értékek megóvására, azt a magyar gazda megteszi, de bizony ezt az Európai Uniónak is anyagi értelembe és figyelembe kell venni, és bizony ezt igyekezett a minisztérium a tárgyalások során elérni, hogy speciálisan legyenek a határok megszabva, nyilvánvaló, nem az árbevétel növelés, csak az elsődleges dolog, de igenis, hogyha a Magyarország a zöld, a green programok tekintetében többet tesz az asztalra, és többet is tett eddig az asztalra, akkor ezekből a lehetőségekből több is jusson neki. Tehát az alapvetés, hogy a tagállami sajátosságoknak megfelelő intézkedéseket hozhasson az agrártársaság. Igen, ne fűnyíró legyen, mert az sehova nem fog vezetni. Olvasom itt, hogy Portugáliával értünk egyet, akik velünk vannak, ha úgy tetszik. Igen. Hiszen most a tanács elnökét Portugália delegálja. Ők úgy fogalmaznak, hogy itt az ideje, hogy pontot tegyünk a lassan 3 éve húzódó tárgyalások végére a fenntartható magyar mezőgazdaság védelmében. Az előzőek, hiszen erről már számtalanszor beszéltünk, nem volt ilyen jó helyzet. Ez most kifejezetten jó a magyar gazdáknak is, és azt gondolom, hogy a végrehajtás az pedig nem lehet kétséges, hogy az rendben lesz. Igen, és itt azért egy nagyon fontos területet mindenképpen figyelembe kell venni, ez pedig a nagy kereskedelmi egységeknek a létrejötte akár Dél-Amerikában a Mercosur csoport, akár Észak-Amerikában, ugye Egyesült Államok, Kanada, és ezekkel folytatott kereskedelmi tárgyalások. Ez az Európai Unióban is nagyon előkelő helyen szerepel, és a Copacabana, amelyik egyéb körülményeket 22 millió gazdát fog össze, több mint 2000 szervezetet fog össze. Tehát ez azt jelenti, hogy mármint nemzeti szervezeteket és szövetkezéseket, ez azt jelenti, hogy egy nagyon erős gazdaközösség az Európai Unión belül. Bizony, ő meghallotta a gazdáknak a szavát ezekben a kereskedelmi tárgyalásokban, bizony mellé állt a gazdáknak, mert ha már a Mercosur megállapodásra beszélünk, amit az Európai Unió úgy fogalmazott, hogy ó, hát az uniós termelésnek néhány százaléka az, amit engedünk a dél-amerikaiaknak, és hát igazából nem rengeti meg az európai mezőgazdaságot, de helyette ugye a banki pénzügyi szektorba, autógyártásba óriási lehetőségek vannak. Igen, de az Európai Unió nem végzett hatástanulmányt ennek a következményeire. Viszont az Egyesült Államok megnézte, és arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unióban akár 27%-kal is csökkenhet az agrártermelés, az élelmiszerek árak pedig nagy mértékben akár 30%-kal is növekedhetnek. Ez azt jelenti a magyar pénztárca vonatkozásába, hogy havonta, rossz esetben akár 500-tól 1500 forintig is emelkedhet a kifizetendő élelmiszer ára való pénzösszeg, és hát rosszabb esetekben még több. Tehát egész pontosan, hogy tudjak arányokat mutatni.
Az Európa Unió vesztesége Magyarország éves GDP-ével lehet egyenlő egy rossz esetben. Tehát nagyon oda kell figyelni. És hol van ugye az ördög elrejtve? Ugye a részletekben. Azt mondjuk, hogy a dél-amerikai pampákon nevelkedett marha, és a marha hús féleségek bejöhetnek. Ami nem több, mint 1,5%-a az Európai Uniónak, és itt ez el is veszi. Nem igaz. Azért nem igaz, mert ha megnézzük, hogy egy élő marhának a 8%-a az, amelyik a legértékesebb húsrészek, ez gyakorlatilag 30%-át adja az árnak, tehát az élő árnak. Ez ugye azt jelenti, hogy 8%, de ennek a értéke a 30%. Na most, az a pár százalék viszont ezekbe az értékes húsrészekbe fog bejönni. Hiszen Dél-Amerikából nem fogja az élő állatot idehozni. Dél-Amerikából nem fogja a csontos húsokat meg egyebet idehozni, hiszen nem éri meg. Tehát elárasztja majd a európai piacot a marha értékes húsrészeivel. Ami bizony 20-25%-át is kiteszi az európai termelés ugyanezen részének. Na most itt azért ez már nagyon fontos vesztességet jelent. És hogyha azt mondom, hogy megint csak kevés a onnan behozható baromfi, de hogyha megnézzük azt, hogy ez a mennyiség, ugye mivel Ázsiából is importálunk, meg hát exportálgatunk is különféle területekre a baromfit, sőt, mi több a magyar baromfi európai piacokon talál magának helyet, akkor azt kell mondani, hogy Finnország, Svédország és Dániának az egész évi baromfi termelése az, ami Dél-Amerikából bejöhet. És akkor itt jön a nagy kérdés, hogy bizony, amíg az Európai Unió nagyon zöld, amíg az Európai Uniós gazdának, a magyarnak is nagyon szigorú nyomonkövethetőségnek és természetvédelmi követelményeknek kell megfelelni, addig nyilvánvaló ugyanez ezekre az országokra nem éppen jellemző. És ami bennünket nagyon súlyosan érinthet, és ezért álltunk a kopakacséka mellé, mi Európa egyik legnagyobb biodízzel előállítója vagyunk, tehát invert cukor előállítója vagyunk a Szabadegyházi és más gyárak vonatkozásába is. Tehát az ebéli exportunk az nagyon erőteljes. És amikor ott a cukornádból sok mindent elő lehet állítani, és a cukorral is el lehet árasztani Európát, akkor azért tegyük már hozzá, hogy ott a cukornád termelésnél 27 olyan növényvédő szert alkalmaznak most is, amelyeket az Európai Unióba betiltottak. Tehát ha mi a cukor vonatkozásában védjük az uniós állampolgárokat, akkor hogy működik ez a kereskedelmi egyezmény? 27 különféle növényvédőszer nálunk tilos, mert kockázati alapon azt mondta az Unió, hogy ezeket töröljük el, de a Dél-Amerikából behozott cukornád, cukornádból készült cukorba, hát valamilyen módon ez bekerülhet, hiszen azért tiltották meg Európába. Tehát ezeket az összevetéseket nagyon fontos, hogy megtegyük. Nem beszélve arról a lényeges különbségről, hogy csak egyetlen gondolatot engedek meg az észak-amerikai egyezmény előtárgyalásaiba, hogy Amerikai Egyesült Államokban ugye a baromfi árut fogadják be, ami klórral fertőtlenítve van, tehát klorinnal, mert ez egy radikális, nagyon, nagyon virucid és baktericid ölő hatással bír. Addig az Európai Unió azt mondja ki, hogy tessék úgy tartani a technológiát, hogy a szalmonellózis és most más megbetegedéseket figyelembe véve, ne legyen
a termelés egyetlen fázisába se jelen. Egyesült Államokban ez különösebben nem érdekes, tehát még a vágási körülmények is mások, mint az Európai Unió higiéniai szabályai, de a legvégén van egy totális fertőtlenítés. És mit csinál az Egyesült Államok? Azt mondja, hogy én nem fogadom az Európai Uniónak a boronfiát, amíg az nincs olyan erős vegyszerrel, mint a klór, fertőtlenítve. Hiszen nem tudhatom, hogy valóban az tartalmaz-e bármit, és ugye mennyivel drágább egy olyan technológiát fenntartani, kialakítani, ahol eleve kizárjuk, hogy a végén ilyen fertőző baktériumok legyenek a baromfi húsba. Mennyivel egyszerűbb a legvégén, mennyivel olcsóbb. És nekünk hátrányos, mert nem jutunk az Egyesült Államok ilyen tényvaló piacára, ő meg könnyebben be tudja hozni. Tehát mindig nagyon is mérlegelni kell, hogy feláldozza-e az Európai Unió úgy a mezőgazdaságot, hogy különféle gépipari termékek, autó és különböző pénzügyi termékek kell oda be tud lépni, és nagyobb hozamot tud elérni. Ha viszont ezt megteszi, akkor egyrészt hát hasonló szabályokat kell kialakítani a nyomon követhetőség és az előállítás fázisába. Nem beszélve, hogyha az Európai Unióba különféle vegyszereket bevonunk, akkor valami pótlási lehetőséget hatóanyagba és egyébben kell biztosítani a gazdának, mert így olyan drága lesz a Magyarországon és az Unióba is az élelmiszer előállítása, hogy bizony azt nagyon gyorsan megérzi maga a fogyasztó, hát aminek senki nem fog örülni, hogyha drágábbak lesznek az élelmiszerek. Nyilván, és nem csak Magyarországon, hanem az Unió egyetlen országában sem. Hát én azt gondolom, hogy a sarkára kell állnia az Unió Mezőgazdasági Bizottságának, és természetesen ez a Magyarországra is vonatkozik, és támogatni azt az elvet, hogy igenis azért nézzük meg, hogy mi érkezik Amerikából, tengeren túlról, Kínából, most teljesen mindegy, hogy melyek tájegységeket mondom. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és azt gondolom, hogy fontos volt, hogy erről beszéltünk, hiszen a közös agrárpolitika határozza meg a következő 7 évben, illetve már most is a magyar mezőgazdaság jövőjét, és így a miénket is. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!